Képzeljünk el egy egyszerű, mindennapi helyzetet. Például azt, hogy elmegyünk egy tanfolyamra, ahol nem ismerünk senkit. Aztán egyszer csak eljön a szünet ideje, és mi meginnánk egy kávét. Ki is megyünk a konyhába, ám a kávégépnél már áll valaki. Hogyan viselkedünk egy ilyen helyzetben? A mostani énem valószínűleg csak elbeszélgetne az illetővel, és nem is gondolkozna az egészen. Számomra ezt jelenti extrovertáltnak lenni. 2-3 évvel ezelőtt azonban valószínűleg csak megtorpantam volna a küszöbön, és álltam volna a tétován. Azt éreztem volna, hogy kellene valamit mondanom, de fogalmam sem lett volna róla, hogy mit. Hiszen nem is ismerem ezt az embert. Számomra ez jelenti introvertáltnak lenni. Hihetetlennek tűnhet, de én egy erősen introvertált lány voltam nagyon sokáig. Kerültem a tömeget és minden olyan helyzetet, ahol sok ember előtt kellett beszélnem. Azt hiszem, ez sokunknak ismerős érzés, mert mindeközben igazából mindig is féltem a magánytól. Voltak barátaim, de kerültem a nagy társaságokat, és inkább azért mondtam le találkozókat, mert túl sok ember volt meghívva. Egyszerűen nem éreztem magamat komfortosan. Mindig inkább a saját, nyugalmas belső tereimet kerestem. Azt hiszem, elmondhatom magamról, hogy most már valamelyest megváltoztam. Azt hiszem, most már elmondhatom magamról, hogy két világ határán vagyok, hogy egyszerre vagyok kint, és egyszerre vagyok bent. Szeretném hinni, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Szeretném hinni, hogy a befelé fordulás és a kifelé nyitottság igazából ugyanúgy egy spektrum, mint a legtöbb dolog a személyiségünkben. Hogy senki sem teljesen introvertált vagy extrovertált. Mindannyian valahol középen vagyunk, ki egy kicsit erre húz, ki egy kicsit arra. És éppen ezért lehet nagyon érdekes arról beszélni, hogy hogyan kapcsolódik a belső világunk, ami alapvetően csendes, a külső világ hangzavarával és nyüzsgésével. Van átjárás a két világ között. Hogyan kapcsolódik egymáshoz a kint, vagy éppen a bent? Nem gondolom, hogy introvertáltnak lenni átok lenne, vagy hogy megakadályozná a mély emberi kapcsolatok kialakulását. Inkább csak egy lassabb, belső fókuszú, analitikusabb szemléletmódot jelent. És ez a szemléletmód nekem rengeteget segített az alkotásban például. Számomra az írás volt mindig az, amiben ki tudtam magamat fejezni. Ugyanis ilyenkor volt időm arra, hogy leüljek, és átgondoljam, hogy mit és hogyan szeretnék elmondani másoknak. Milyen érzéseket, milyen gondolatokat szeretnék kiváltani belőlük. Ez általában egy magányos dolog volt nekem, hiszen ezt általában egyedül csináltam. De introvertáltként ez egyben segítséget is nyújtott ahhoz, hogy egyáltalán ki tudjam magamat fejezni. És pont emiatt éreztem, hogy lehet, hogy ez egy kicsit kevés. Aztán ismerkedtem meg a játékfejlesztéssel, ami természeténél fogva csapatsport, és lényege az interakció. Aha, gondoltam magamban, lehet, hogy itt megtaláltam valamit. Persze először ezzel is egyedül próbálkoztam, mint mindennel az életemben. Összeraktam egyedül egy játékot, amiben mindent megpróbáltam én magam csinálni. Programozást, játéktervezést, grafikát. A játék egyébként egy cuki kis hörcsögről szól, akinek mindenféle édességet kell eljutatnunk, hogy boldoggá tegyük. Persze ez a hősies küldetés minden pályával egyre nehezebbé válik. A játék maga nem lett egy remek mű, de elkészült, és én végre megtaláltam álmaim munkáját. Végre egy alkotási folyamat, ahol nem csak a művészi énemet, hanem az analitikus, racionális oldalamat is használhatom. Hiszen minden probléma egy rejtvény, aminek tudom, hogy van megoldása, és nekem csak meg kell találnom, hogy mi az. És kevés izgalmasabb dologgal találkoztam az életemben, mint az, hogy sok-sok hónapnyi munka után összeáll egy élmény, amit én csináltam, és meg tudom osztani másokkal. És ekkor már tudtam, hogy meg is akarom osztani másokkal. Így kezdtem el játékfejlesztő találkozókra járni, ahol rengeteg ismeretlen emberrel találkoztam. De itt már nem akartam bezárni magamat, hiszen pont azért mentem, hogy beszélgessek, hogy tanuljak. Persze, az első pár alkalommal csak beültem egy sarokba, és nem szóltam senkihez. Kivéve, hogyha valaki specifikusan tőlem kérdezett valamit. De minél több ilyenem voltam, azon vettem észre magam, hogy elkezdek feloldódni. Hogy egy idő után már a közösség részének érzem magam. És itt gondolkoztam el azon, hogy én lehet, hogy nem is vagyok annyira introvertált, mint azt először gondoltam. Lehet, hogy ez az egész dolog, ez csak egy mítosz. Hogy a fal a kint és a bent között egyszerűen csak túl magasnak tűnik.
És emiatt valahogy én is elhiszem, hogy ez egy bináris dolog, és hogy a két oldalra születni kell. De aztán rádöbbentem, hogy ez nem így van. Hogy a falon egyébként ott van egy ajtó, amit bármikor kinyithatok, és bármikor átmehetek rajta. Hogy ez nem egy kétváltozós dolog, hanem rengeteg apró kis árnyalat létezik. És ekkor döntöttem el, hogy én játékfejlesztő akarok lenni, lesz, ami lesz. Még nem tudtam, hogy hogyan fogom csinálni, de a cél már ott lebegett a szemem előtt. És ugye ekkor már kész volt a szuper egyedül fejlesztett hörcsögös játékom, úgyhogy eldöntöttem, hogy itt az idő, a nagy világ elé teszem. Elkezdtem játékfejlesztő versenyekre járni. Ezekről tudni kell, hogy általában játékfejlesztő cégek szervezik. Úgyhogy ez egy remek alkalom volt nekem, hogy minden bátorságomat latba vetve elhívjam az egyik ilyen cégvezetőjét. Ez gyökeresen változtatta meg az életemet. Nem csak azért, mert beszélgetnem kellett vele, amitől már eleve borzalmasan ijedt voltam, hanem azért is, mert ott előttem kezdett el játszani a játékommal. Úgy, hogy én az íráshoz és a késletetett reakciókhoz voltam szokva. Borzalmasan be voltam parázva, és szerintem én voltam a legjobban meglepve, amikor a beszélgetés végén munkát ajánlott. Ráadásul vezető pozícióban. Na, hogy elfogadtam, hiszen életem egyik legnagyobb álma teljesült. Végre játékfejlesztő voltam. Aztán az első munkanapomon döbbentem rá, hogy akkor itt most nekem felnőtt férfiaknak kell nap mint nap megmondanom, hogy mit csináljanak. Ó, gondoltam magamban. Hát itt lehet, hogy bajok lesznek. Az elején sokkal szigorúbb is voltam, mint kellett volna lennem, szimplán azért, mert magamnak akartam bebizonyítani, hogy én ezt a dolgot meg tudom csinálni. Nem igazán voltam tekintettel másokra, és arra, hogy nekik hogy kényelmes ez a kapcsolat. Aztán szép lassan jöttem rá, hogy igazából a játékfejlesztés egy baromi sokrétű szakma, és éppen ezért nagyon sokféle ember dolgozik benne, és mindenkinek teljesen más szociális igényei vannak. Például van egy munkatársam, aki úgy szeret dolgozni, hogy bejön reggel, felcsapja a fülhallgatót, és egész nap pötyög. Ő például kifejezetten utálja, hogyha oda megyek hozzá, és kérdezek tőle valamit. Szimplán azért, mert ezelőtt kizökkentem. Úgyhogy vele általában írásba szoktunk beszélgetni. De vannak olyanok, akik azt igénylik, hogy együtt találjunk ki dolgokat. Aztán persze mindenki megy a maga útjára, és elvégzi a ráeső részt. És ez teljesen rendben is van így. Hiszen nekem, játékfejlesztő producerként pont az a dolgom, hogy megkönnyítsem a munkájukat. És mindeközben alkothatok. Megadhatom magamnak az időt és a teret, hogy kifejezzem magam. Mindeközben elkezdtem egyre bonyolultabb kommunikációs helyzetekbe belesodorni magamat. Elkezdtem előadásokra jelentkezni, és olyan helyzeteket teremteni, ahol sok ember előtt kellett beszélnem. Az első ilyenre a mai napig emlékszem. Fiatal lányoknak kellett mesélnem a játékfejlesztés örömeiről, de annyira zavarba voltam, és annyira rettegtem, hogy igazából szerintem mindenki megkönnyebbült, amikor az előadás végre valahára véget ért. De nem hagytam fel epikus küzdelmemmel, és még több előadásra jelentkeztem, illetve elvállaltam egy oktatói munkát, aminek pont az a lényege, hogy hosszú órákon át emberekhez kellett beszélnem. Ez is olyan volt, mint a játékfejlesztő találkozók. Minél többet csináltam, annál jobban ment. És így állok most itt, majdnem 30 évesen előttetek. Félreértés ne essék, még mindig úgy gondolom, hogy az igazi feltöltődéshez nekem az kell, hogy egyedül legyek. Még mindig sokszor komoly fizikai stresszt érzek, még akkor is, ha ismeretlen helyre kell mennem, akár a legjobb barátommal. De most már nem érzem magamat magányosnak, amikor egyedül vagyok. Most már úgy érzem, hogy teljesen rendben van az, hogyha akár egy egész hétvégét egyedül töltök otthon, és nem szólok hozzá senkihez. Na jó, ilyenkor egy kicsit csalok, mert a macskáimmal mindig szoktam beszélgetni. De most már nem tudnám elképzelni úgy az életemet, hogy csak bent vagyok, mint régen. Ezért soha nem fogom abba hagyni azt, hogy átlépjem a komfortzónám határait. Ami egy kicsit zavar a dologban egyébként az az, hogy sokan összetévesztik az introvertált periódusaimat azzal, hogy nem kedvelem őket, vagy épp haragszom rájuk valamiért. Többször kaptam olyan visszajelzést, hogy valaki azt gondolta, hogy épp mérges vagyok rá, csak azért, mert oda akart jönni cseverészni, én meg csúnyán néztem rá. Holott nem erről volt szó, egyszerűen csak arról volt szó, hogy éppen akkor, abban a helyzetben máshol voltunk az intro-extro skálán. De hát ez teljesen rendben van, hiszen minden állapot értékes. Szemléltetésképpen térjünk vissza a kávés példához. Szerintem teljesen érthető, ha valaki csak arra vágyik egy hosszú és nehéz nap után, hogy otthon
egy borús őszi délutánon, egyedül megigyan egy jó erős feketét. Persze macskával a hóna alatt. De az is teljesen rendben van, ha valaki arra vágyik, hogy a legjobb barátjával elmenjenek kávézni. Még csak beszélgetni sem kell, csak legyen ott vele. És az is teljesen okés, hogyha valaki egy céges rendezvényen kimegy a többiekkel kávézni, és elnevetgélnek apróságokon. Hiszen pontosan ez a lényeg, hogy az introvertált, extrovertált spektrumra nagyon sok minden ráfér, és nekünk nem kell egyet kiválasztanunk. Köszönöm.